Az olimpiai lánggal futották körbe az Ibrányi tavat a diákok, ezzel hivatalosan is kezdetét vette az első országos tanoda olimpia. Az Ibrányi tanoda szervezte a sportrendezvényt, amelyen 15 tanoda 300 tanulója mérhette össze a tudását 14 versenyszámban. Ezek között volt a középkori lovagi feladatok, foci és kosárlabda is. Ibrányban iránytű tanoda néven működik egy fantasztikus kis intézmény. 2016. decemberében indult a projekt, január 24-én volt az első tanítási nap, és azóta töretlenül működünk folyamatosan. Ez a tanodánk legnagyobb rendezvénye, a Tanoda Olimpia. Ezt két évvel ezelőtt kezdtük el elgondolni, eltervezgetni, egy fantasztikus kis stábbal együtt, és hát eddig tartott megvalósítani. Nagyon sok segítséget kaptunk a helyi erőktől, az önkormányzattól, nélkülük ez nem jött volna össze, illetve helyentesen államtitkár asszonytól elsősorban, aki a rendezvény fővédnökségét is elvállalta. Ez nekünk óriási megtiszteltetés, és hogy itt is van kisvárosunkban, úgyhogy ennek örülök, és tényleg megköszöntöm a munkáját is. Jelenleg 280 tanoda működik országszerte, ezekben mintegy 600 gyermek jár, közölte a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár Ibrányban. Ezekben az oktatási intézményekben tanításidő után nem csak a lecke elkészítésében segítenek a diákoknak, hanem például különböző tanulási technikákat is elsajátíthatnak a gyerekek, de közösségépítő programokat is szerveznek. A kormány mintegy 200 milliárd forintot fordít a felzárkóztatásra. A bölcsődéskortól kezdve az általános iskolán és az egyetemen át nyújtanak segítséget a rászoruló diákoknak, de indult kezdeményezésük a diákévek utáni évekre is. Van olyan képzésünk, olyan programunk, az Aktívan a tudásért, ami kimondottan olyan embereknek szól, akik a 7.-8. nem végezték el. Ugye sajnos ilyenek is vannak, elhagyták az iskolát, tehát ezért ugye nagyon fontos a tanod, hogy ez ne történjen meg, és őket hívjuk vissza, körülbelül 6000 ember tudunk megszólítani, 7.-8., illetve utána valamiféle szakképzettséget, vagy érettségire való képzést tudunk biztosítani. De amit kiemelnék, hogy nem áll meg ugye az iskolai évek után, az a Nő az Esélyprogram. Itt Szabolcs megyében is egyébként több helyszínen dolgoznak ezzel. Ez is megint azt kell mondanom, hogy nem csak egy Európában, de szerintem a világon egyedülálló, hogy roma nők úgy helyezkednek el, hogy azt a tudást kamatoztatják, amit ők otthon megszereznek. Mert hogy a családról gondoskodnak, az idősekről, a gyerekekről. És meghirdetjük az állás lehetőséget a szociális ellátó rendszerben, idős otthonokban, gyermekotthonokban. Az üres álláshelyekre, ugye sajnos ott mindig van, felvesszük ezeket a roma hölgyeket, és mentorok segítségével ezek a roma hölgyek elkezdenek dolgozni. Ebben a programban már 500-an végeztek, ők már gyermekintézményekben és idős otthonokban dolgoznak. Jelenleg még 500-an tanulnak, ezt a létszámot szeretnék 2000-ig bővíteni, tette hozzá a helyettes államtitkár.